Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket! Ez most ezúttal egy live bejelentő videó lesz újfent, mint a múltkorihoz hasonlóan, itt is igyekszem most pontosítani az adatokat, hogy hol, mikor, merre, meddig lesz az az egész procedúra. És ugye azt ígértem, hogy vasárnap élő adással foglak szórakoztatni benneteket kora délután, és én egy olyan szokásos 2 órára gondoltam, legalább másfél órás lesz egyébként. Ennyi a legalja, tehát ennyi minimum lesz, aztán a hangulattól függően majd meglátjuk, hogy délután még meddig fogjuk tartani, hogyha letelt ez a másfél óra. Tehát ha 2-kor kezdjük, ugye 3:30-ig biztos, hogy elszórakozunk. Itt fogunk találkozni, nem tudom mennyire látszik, itt vagyok a szülinapi esemény alatt, a Morland bajnokság mellett, még egy aranypatkó is itt van egyébként, ott látjátok Morlandet is, szóval itt fogunk találkozni, ide gyertek majd, és 2 órakor fogunk kezdeni, mondom még egyszer, a DR szerveren leszünk, tehát az ugye változatlan, és akkor, ha minden igaz, akkor meg fogom nézni veletek együtt a szülinapi ünnepséget, legalábbis megnézzük, mi hol van, piknikezünk, táncolunk, mit tudom én, ami a csövön kifér, fogok hozni nektek megint kérdéseket úgy, mint a múltkor, és akkor utána, reményeim szerint, akkor edzünk is egy kicsit, mert rám fér. Úgyhogy ez a hét most szóljon a szülinapról, és az elkövetkező videók is majd ezzel kapcsolatosak lesznek, hamarosan. Ma már nem jövök több videóval egyébként, de hát azért még itt közeledik a hétvége, azért egy-két tartalmat majd szeretnék megosztani veletek. Úgyhogy ne habozzatok, tartsatok velem, és akkor találkozunk itt vasárnap. Mondom még egyszer, a Daffodil Rock szerverrel leszünk, 2 órakor kezdünk itt Morland és a Morland istálló és a Morland bajnokság közötti kis placon. Illetve a szülinappal fogunk foglalkozni, megnézzük az eventeket, meg az ilyeneket, hogy mik lesznek, aztán elkezdünk még talán, ne adj Isten fantáziálni a Halloweenről, meg az egyebekről, hamarosan itt az új karakterfrissítés, arról is beszélgetni fogunk, szóval a vasárnap az csak rólatok fog szólni, legalább másfél óra, tehát 3:30-ig biztos, hogy tartani fog, aztán onnan meg majd azt dönti el, hogy mekkora a lelkesedés az iránt, hogy maradjunk még vagy nem. Meg hát, hogy leszek. Az utóbbi időben elég sokat fáj a fejem, úgyhogy remélem, hogy addigra azért elmúlik. És akkor azt hiszem, hogy ennyi. Legyetek itt vasárnap minél többen, addig persze még érkezem tartalommal, hát nem hagylak unatkozni titeket. És akkor vasárnap találkozunk, hogyha szeretnétek velem edzeni, akkor még ne csináljátok meg a versenyeket, mert nem tudom még, hogy merre fogunk elindulni. Tehát azt majd még meglátjuk. A szülinapi versenyt mindenképp megcsináljuk, valószínűleg az lesz a sorsdöntő egyébként, hogy az hol lesz vasárnap. No, akkor további szép napot kívánok nektek, akkor jegyezzétek meg, most vasárnap, azaz 11-e, jó? Remélem, hogy mindent megbeszéltünk, aztán, hogyha nem, a többi meglepetés. Az időpontot tudjátok, úgyhogy legyetek minél többen. Köszönöm, hogy itt voltatok velem. Márad most már tényleg elköszönök tőletek, és akkor, ha minden igaz, akkor vasárnap találkozunk, de előtte azért még, ha minden igaz, akkor érkezem videóval. További szép napot kívánok nektek, jó pihenést előre is a hétvégéhez, bár a pénteket ugye még túl kell élni, de hát ez csak nem okozhat problémát, úgyhogy sziasztok!